Milyen típusú vállalkozásokat érint ez a mai találkozó? A Regionet kompetitív programról van szó, ami egy magyar-osztrák határon átnyúló projektet jelent, és ez a projekt 5 ágazatot preferál, a turisztikát, a helyi termék- és élelmiszerellátást, a faipart, a fémipart és a műanyagipart. Mi fog történni itt a mai alkalommal, illetve mit tartalmaz maga ez a projekt? A projektben most már másfél éve dolgozunk körülbelül, és az elmúlt időszak alatt voltak különböző felmérések különböző ágazatokban. Ezekből készültek helyi feltáró jelentések. A feltáró jelentések alapján pedig a mai napra egy térségi gazdaságfejlesztési stratégia alapjainak a bemutatása fog megtörténni a vállalkozók számára, illetve a jelenlévő vállalkozók közreműködésével, illetve a megjelenő gazdaságfejlesztési szervezetekkel együtt egy együttműködési szándéknyilatkozatot kívánunk aláírni a későbbiekre vonatkozóan, azért, hogy ezt a munkát tovább tudjuk vinni. Ennek a projektnek az a célja, hogy a magyar és az osztrák kis- és középvállalkozások együttműködését segítse elő. Ugye itt elsősorban mi Zala megyében, a Észak-Zalára fókuszálunk, Lentész-Zalaegerszeg térségére, hiszen ezek vannak a legközelebb az osztrák partnerekhez, és természetesen a határ túloldalán lévő Kelestájer és Dél-Burgenlandi megyékkel működünk együtt. Ezek a fejlesztési ügynökségek azt biztosítják, hogy különböző iparágakban és iparágakon kívül is együttműködési lehetőséget tudjunk biztosítani ezeknek a vállalkozásoknak. Mi tud profitálni például egy magyarországi vállalkozás abból, ha önök révén kapcsolatba kerül egy osztrákkal? Először is kapcsolatépítést tud lebonyolítani. Akinek még nincs külföldi kapcsolata, az megtanulja, hogy hogyan lehet egy közeli export kapcsolatot kialakítani, hiszen ugye ez nem egy könnyű lépés. Mi mindig azt mondjuk, hogy gondolkodj először kicsiben, tehát a határ túloldalán, ugye itt nekünk Zalába szerencsénk van, hiszen Ausztriába, Szlovéniába és Horvátországban is vannak ilyen lehetőségek, de mindenképpen nem mindegy egy kapcsolat révén, hogy valaki 1000 kilométerre tart egy kapcsolatot, vagy pedig autóba ül és akár a határ túloldalára egy óra alatt odaér. Előzetes beszélgetésünkből kiderült, hogy vannak speciális tartalmak, mondjuk a turisztika. Próbáltunk itt a környékben, mivel hogy egyébként Lenti és környékére talán a jövőben arra számíthatunk, hogy a turisztika erősödni fog, ezért próbáltunk elsősorban turisztikai jellegű vállalkozókat megszólítani, de mivel szorosan kapcsolódik egyébként a helyi termékellátás, így akár a legegyszerűbb lekvárfőzőttől a tökmagolaj, a házi szőttes, a kosárfonás és egyéb ilyen vállalkozásokat is megkerestünk, hogy így tudjunk egy vállalkozói hálózatot létrehozni, ami később az ő együttműködésüket könnyíti, ha többször találkoznak, akkor meg tudják beszélni, hogyan adhatnak egymás számára olyan segítséget, amitől az ő saját vállalkozásuk előbbre tud jutni. Azt is megtudtuk, hogy a stratégia mai alkalommal még bővíthető. Olyan vállalkozókat szólítottunk meg, akik a preferált ágazatokhoz tartoznak, de természetesen bárki csatlakozhat, hiszen ez egy vállalkozói platform, ez egy széles körű, és a későbbiekben lesz rá mód, hogy aki akár ezt az interjút látva, akár valamilyen fórumon találkozik ezzel a Regionet kompetitív programmal, nyugodtan csatlakozhat, jelezheti ezt az igényét, és természetesen lesz rá fogadókészség.